Grazie a Don Peter e a Pescarosia che già ne sceglie Puzza smure bezeca Magal tu Bisteri biriga Deve spanga Su Dona Maria Lascio a voi Masca tu mende Mango di vles Su Dona Maria Zorte de ma Shuka tayo tu sa Tra yo sa con es coi Feli tu bui le sa te trai me O tra yo O suto gel de les Cali go ya sa tu bui Te a los areles Uno falo pete Naiz deves que Deves como no xe Pizarra y luma Pijareles Pues que chalados Pues carolla Peluma pezara chiveles Que baro yo camino O camino las tigreles Que coñi Chicle las suave Que chimuquel Que bari Que los Bari Barrio o caminho Cama tu cheia Na jantar tu manda De restar Sa tu mangue china di Outra eu Rugin deva Andel shavora Minden apa Szereti gyermeké Isten kéri Tartsa meg ő A Péter A gyermekek Együtt éljenek ők Mindig Outra eu
muro y taichiro. Ante duba, ame, kamasame. Cando das tigre la menda, feri o sunto de. Jó barátom nekem is. Még a Jóisten is örül ennek a Vajdának, mert ennyi jó időt adott nekünk a mai napra. Hát az jó. Reméljük, hogy az idő megmarad, meg való igaz, hogy jó Vajdán. Ha nem akarta volna, így nem lett volna jó Vajdán. Mi hiába akarjuk. Ha így nem akarja, akkor... Akkor most nem ért volna ide. Így van. Péter barátunk köztisztelt váló személy. Ennyi. Nagykárt a város. Thank you.
Devlesa Rahab Tumen Romale. O drago sunto Devandas. Ason Devlesa, szeretettel köszöntelek benneteket a saját nyelveteken, eljöttetek ide, hogy Rafael Péter Vajda esküt tegyen itt a templomban Isten színe előtt, és Isten áldását kérje az ő szolgálatára. Az eskütétel éppen az este hosszabban tanulmányoztam, nézegettem törvényeiteket. A ti számotokra mérhetetlenül szent dolog és kötelez. Majd halljuk az eskü szövegét, ami igen-igen mély gondolatokat tartalmaz. Én előre azt kívánom, hogy ennek az eskünek minden mondatát, minden szavát Isten segítségével meg tud valósítani. Most pedig mielőtt a esküt leteszed, átadom a szót Kálai Csaba országos fővajdának. Tutme sunto Maria, si te vuoi fare il commento che così è stata che l'ho fatta in un video. Bocsánat kérek a nyelvtörésemért, de elsősorban szeretnék népemhez saját nyelven szólni, és utána majd magyar is fogok hozzátok szólni. Sávale, szakonzsa lelkodi, hogy maskala mende, jek ezero vers, vagy a sága trai. Tehát kodi, hogy nasz hivatalosá sudino, kadi búcsi. Tehát agyész, utero menge, nászulj ma szó, szí, kanásul elkodi, hogy várikon, vajda szia mereszkó gáv, ta néna ména boszi. De pusam me tu mendár, taj szavar zsérem. Kicsit a penávala, hogy a hára karina bútrón kötelen a káta, hogy csi fáj, bute zsénen, de mi bute zsénen fáj lé. Hogy Péter keszik a tjóka vajda, valahol vajda. E felikor imán gokrál. Nászul imom, csi kered gazdagasza, csi vó, csi me, me káde hatyára van. Csime, tehát csivó, csilasz, kanikasz, tehát hancsi. Szokert lesz, hogy sunk árima, agyész. Kudó, az besz ki poszocsi, az besz ki pácsi, kert azt lát. Tehát meg a dehatyára van. Annak a dén, de lesz odel, lungot rajó, boldogság, az a szimó, most meg a családó, most meg a népó. Tehát szavar is érni. Uraim és hölgyeim, engedjék meg, mutatkozzak, én vagyok Kálai Csaba, az ön között. Már akkor is voltak vajdák Magyarországon, Attila idejében. Biztos sokan tudják azt, hogy ki volt Attila. Egy nagyon híres uralkodó volt, akivel megérkeztek bizánci nemzetségű emberek, és azokkal a cigányok is. Itt Magyarországon. De majd, ha mielőtt befejezném beszélgetésemet, szeretnék egy embert majd ide kihívni, esetleg egy pár szóban elmondhassa, ki bizonyítsa azt, hogy igenis Attila ki volt itt Magyarországon, és hol volt neki kastélya, és hol uralkodott. Attila 406-ban született, és 453-ban halt meg. Miképpen mondnak ezt is, azt is a legenda, vagy mérgezés esetében, vagy éppen másképpen ezt még ma nem tudjuk. De biztos, ami biztos, hogy 1423-ban Zsigmond királya érkeztek meg a cigányok hivatalosan lehívva. Ladislaus vajvoda volt az első vajda Magyarországon, aki megkapta az első mellevelet és a letepedési engedélyt. A cigányok között, a vajdaság és új többségi társadalom között nagy szó volt, amikor valakit kineveztek vajdának. Nem minden napi és nem mindenféle fajta ember lehet vajda. Az az ember lehet vajda, aki arra méltó. Akit éppen a népe, vagy pedig ilyen picivel föntebb rangú ember nevez ki. Régebben a királyok nevezték ki a cigányok között a vajdákat, mindazért, hogy szükségük volt, és úgy tudták, hogy hát a vajda az az egyetlen, aki kordában tudja tartani népét. És bármilyen probléma volt, mindig a vajda ment a királyhoz, vagy éppen majd későbbiekben ment a helyi kapitányhoz, hogy hát ez a probléma, vagy a kapitány ment hozzá, hogy problémák vannak, ezt meg kell oldani.
és megoldották. Ez él mai napig is közöttünk, a vajdaság, mivel hogy tudva azt, hogy itt a Péter, testvéremet, a vajda, nem kell mindenkinek elfogadni. A vajda annak a vajdája, akit őt elfogad. De mindenféleképpen a családjának vajdája volt, és az is lett, és segítsése, hogy még 100 évig az legyen. Azzal nem kell idegeskedni senkinek sem, esetleg mi idegeskedik, hogy miért éppen Péter lett nagy káta vajdája. De megpróbálok rövid lenni. Nem az én ötletem volt az, hogy nagy kátának éppen Péter legyen vajdája. Pétert javasolták. Javasolta a többségi társadalom, javasolta a cigányság. Igaz, hogy nem minden a többségi társadalomban, nem minden ember, de is a cigányok között sem mindegyik ember. De sok embernek föl lett ajánlva 2006. novemberében, hogy a vajdaságot ki az ember, aki vállal. De elmondom azt, hogy abból az emberből lehet vajda, és ismétem magam, akit én lekáderozom, hogy igenis megfelele annak, hogy ő vajda legyen. Körbejárom a cigánságot, hogy javasolják-e, vagy sem. Ha nem javasolják, akkor nem lesz az ember vajda, hogyha még akarná, akkor sem. Viszont bementem községházához, polgármesteri hivatalhoz, és elmondtam a polgármester úrnak, hogy szeretnék e városban vajdát avatni és választhatni, hogy van-e hozzá szólása, van-e javaslata. Polgármester úr azt mondta, hogy ő ebben nem tud beleszólni, de szívesen venné, ha e városnak is lenne vajdája, amiképpen más városoknak is van. Elmondom azt, hogy Magyarországnak ugye 7 régiója van, 3145 települése. Ebből 1000 településen kiépült a vajda rendszer. És ezt elmondtam ugye egy polgármester úrnak. Nagyon szívesen vette, és csak azt mondta, hogy ezt ő csak támogatni tudja szavakkal, hogy igenis jóra találja, mert régen-régen itt is volt vajda, és a vajdaság rendszere nagyon jól működött. A Guncsi bácsi volt a vajda, a nagy vajda, itt Nagykátán, akit még Dunántúlon is elismertek vajdának. Csak az a kérdésem, és a kérdésem, és nem most itt, hanem majd más helyen, hogy, és egy kicsit, hogy is mondjam, sérelmezem, hogy éppen a Guncsi bácsi utódjaiból senki sem jelentkezett éppen 2006-ban, amikor szó volt róla, hogy hát, hogy legyen vajda a családból. Ma itt van ez a fiatal ember, aki ezt fölvállalta a népéért, mert úgy találja, és úgy látja jónak, hogy a vajdaságnak van értelme, és úgy érzi, hogy népéért tenni akar. És nem is akarok hosszabbítani a szót. És visszaadom a szót éppen tisztelt atyának, hogy az esküli olvasatlan, és megkérje a vajdát, hogy ennek úgy vállalja a vajdaságát, a népéért tud tenni, és a kicsitől a nagyjáért, és a kicsitől úgy a többségi társadalomban, úgy a cigányokat. Hogy azt akarja, hogy a békesség és a szeretet legyen a kis országban, a kérdőnk keresztül. Hogy ne legyen az, hogy én magyar vagyok, már meg cigány. Nem. Ne felejtjük azt, hogy mindnyáján, bármilyen nemzetiséget legyen, egy körül fakadtunk. Jézus sem tett azt, hogy kivételtett volna valaki között is. Mi Ádám és Évától származunk mindnyáján. Az, hogy ma beszélünk több nyelven az emberek. Ha én például 3 nyelven beszélek, akkor én 3 fajta ember lehetek. Ember vagyok, én is, te is, és a másik is. És nem akarom éppen átvenni a beszédét a Tisztendő úrnak, és átadom a szót, és megkérem, hogy hát Péter jöjjön közelebb, hogy elmondhassa az esküt, és most is mondom, Péter testvérem, ezt az esküt úgy vállalt népedért, hogy tudsz is majd tenni. Elmondom azt is, igaz, hogy a vajda kinevezés örök életen át él. Majd na, add Istenként, soká legyen, nagyon soká, 100 év múlva, hogy áthatod a fiadat.
De amennyiben a Vajda rendszerén belül működő törvényeket nem tartod be, akkor kötelesek leszünk téged leváltani. És helyetted a vének tanácsából felállítani egy másik Vajdát. Köszönöm szépen a meghallgatást! Akkor álljunk föl mindannyian, és keresztvetéssel kezdem majd az eskütételt, utána az eskünek a szövegét előre mondom, és az új vajda megismétli utánam az eskü szövegét. Ledadeska, le saveske, tuj suntudji, gyevleske, anavke. Amen.